több mint 20 éves pályafutásod után vágtál be az edzőségbe. Gondolkodtál már korábban, hogy te edző leszel, vagy hogy foglalkozol ilyen gyerekekkel, akár felnőttekkel? Hát igen, úgy gondolom, hogy ha egy 20 évet, 24-et tölt el az ember a kosárlabdában, akkor nem gondolom, hogy lenne olyan, akiben nem merülne fel, hogy valamilyen szinten a sportban marad. Talán legkézenfekvőbb az edzői szakma. Főleg, hogyha az ember úgymond gyerekkorában a saját edzőitől is sokat kapott, egy jó közösségben nőtt föl, akkor úgy gondolom, hogy ezt valahol át akarja adni a kosárlabda iránti szeretetet, talán meglévő tudását, tapasztalatát, és egy hasonló légkört kialakítani a gyerekeknek, mint amit ő kapott gyermekkorában. Ilyen szempontból biztos, hogy bennem is ez a gondolat ez épült. Ugye egy edzői tanfolyamot el is végeztem. Elsősorban azért én úgy gondoltam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, meg gyerekekkel fogok foglalkozni. Ez ugye már a játékos pályafutásom alatt is valamilyen szinten elindult, és igazából a játékos pályafutásom befejeztével adódott ez a lehetőség, hogy a felnőtt csapatnál másodedző legyek. Ezen bevallom, hogy igazából nem gondolkoztam, meg semmiféleképpen nem volt kitűzött cél, akkor abban az évben nem, de valahogy mégis amikor a felkérést kaptam, akkor az annyira természetes és jó érzés volt, hogy nem nagyon kellett rajta gondolkoznom, hogy szeretném ezt csinálni. Ragadjunk le annál a ponttal, amikor eldöntötted, hogy te edző akarsz lenni. Volt egy tapasztalatod, ami játékos tapasztalat, és ugye van most, amikor már edző. Dolgoztál fiatalokkal, dolgozol most felnőttekkel. Mi az abból az elmúlt 24 éves játék tapasztalatból, amit te át tudnál adni nekik? Tehát azért sok év van mögötted játékosként, amiben azért sok tapasztalat is, a magyar külföldi tapasztalat. És azt gondolom 20 év alatt nagyon sokat látszik a kosárlabda is, a női kosárlabda is. Tehát mi az, ami te átadnál abból a, akár kezdésként, amikor már 16 éves NB1-es játékos voltál, a mostani fiataloknak? Mi az, amit te átadnál nekik? Hát én gondolom, hogy nagyon sok tapasztalat van, az biztos, de azért az edzői tapasztalat az még nagyon-nagyon kevés. Az, hogy gyerekekkel foglalkoztam úgy, hogy besegítettem edzőknek, az is egy nagyon jó dolog volt, de az sem nagyon sok tapasztalat. Ugye most a felnőtt csapattal a harmadik évemet töltöm, a mélyvízbe kerültem, de úgy gondolom, hogy azért ebből is még nagyon-nagyon sok év van, hogy tényleg azt mondhassam, hogy tapasztalt edző vagyok. A kosárlabdából való tapasztalatból az ember minél többet megpróbál átadni, természetesen a maga kosárlabda tudásából is próbálom, amit én úgy gondolom, hogy legjobban tudtam használni, vagy erősségem volt ezeket átadni, magát a játék látást, a kosárlabda szemléletet, és elsősorban amúgy a fiataloknál úgy gondolom, hogy az lenne az első, hogy magát a sportnak a szeretetét átadni, a kosárlabdának a szeretetét, hogy ez mennyi mindent tud adni, mert a mai világban szerintem csak úgy, hogy gyere le, futkossál, edzél, veszítsél el, úgymond idézőjelesen 2 órát a napodból, ezzel nagyon nehéz gyerekeket megfogni. Viszont, hogyha valahol azt az ember át tudná adni, hogy ez milyen közösségi élmény, milyen pozitív tapasztalatokat ad ez a sport, akár a kosárlabda, amúgy úgy gondolom, hogy valószínűleg más sportok is, de ugye arról nem tudok úgy beszélni. Úgy gondolom, hogy ezzel talán meg lehet fogni a gyerekeket, meg úgy gondolom, hogy így utánpótlásban talán a legfiatalabbaknál pont ez lenne az első, természetesen az alapok elsajátításán kívül, mert nagyon fontos, hogy a megfelelő alapok meglegyenek. Nehéz ezt szerintem megmutatni a gyerekeknek úgy, hogy nincsen nekik még tapasztalatuk, de úgy gondolom, hogy igazán az a gyerek fogja megkedvelni a kosárlabdát, és azt tud ott maradni, akinek kialakul ez a fajta szeretete azzal együtt, hogy jó társaság van, szereti a sportot, akkor már az elköteleződés, akkor már jobban a munkamorál, tehát szerintem ezek így egymásra épülnek, de valószínűleg egy kisgyereknél elsősorban a sport és a kosárlabda szeretetével lehet megkötni. Sok edzők azt mondják, hogy munkában hisznek, ezt valami szinte mindenhol. Vagy mérlegre kell tenni a tehetséget és a munkát? Ez hogy osztanában? Ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye nagyon sok csapattársam volt, nagyon sok, hát játékosom még nem olyan sok, de nagyon sok kosárlabdázóval találkoztam ugye.
és volt mindkettőhöz szerencsém, úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés az, akinek igazán jó tehetsége van, és az igazán szerencsés maga az, akinek ez jó munkamorálja is van, mert úgy gondolom, hogy az valamilyen szinten megállíthatatlan lesz a kosárlabdában, de szerintem minden szakmára, sportra igaz, hogyha ez a kettő együtt van, akkor nem nagyon van ellenfél és legyőzhetetlen akadály. Úgy gondolom, hogyha valaki tehetséges, de lusta, az egy nagyon nagy elfecsérelt dolog, és az ilyenek amúgy engem mindig felhúztak és mérgesítettek, mert ezt nehéz nézni, amikor tudod, hogy te neked esetleg mennyit kell dolgozni valamiért, és akkor sem fogod elérni azokat az adottságokat, amik neki oda voltak így adva ajándékba. Tehát ez számomra egy nagyon idegesítő dolog tud lenni, és találkoztam ilyennel is, természetesen ilyenek is el tudnak jutni egy magasabb szintre, hiszen olyan adottságai vannak, és mondjuk gyerekkorában azért belefektetett energiát, és esetleg csak a sikerekkel épült egy kicsit le ez a munkamorál. Úgy gondolom, hogy azért sokan vannak ilyenek, de úgy gondolom, hogy a legmagasabb szintre csak azt tud eljutni, akinek mindkettő van. Aki kicsit kevésbé tehetséges, de nagyon-nagyon jó hozzáállása van, úgy gondolom, hogy egy bizonyos szintre, egy jó szintre, az is el tud jutni, mert úgymond zongoracipelőkre minden csapatnak szüksége van. Most talán egy-két csapatot leszámítva itt a Magyar Bajnokságban, akik megtehetik, hogy tényleg csak a úgymond tehetségesebb, jobb játékosokat igazolják. Úgy gondolom, hogy azért nagy részeinek minden csapatban van olyan, ahol megvannak azok a melós játékosok, akik tényleg esetleg nincsenek olyan adottságokkal, fizikális adottságokkal megáldva, mint mondjuk a többiek. De nagyon-nagyon keményen dolgoznak minden nap, és tényleg nincs számukra fejben akadály, azok úgy gondolom, hogy ők is azért egy ilyen átcsoportos szinten jó játékosok tudnak lenni, és én amúgy mindig nagyon örülök, amikor ilyen játékos látok a pályán. Én úgy gondolom, hogy nekem volt tehetségem is, de talán nem volt akkora, mint talán pár korosztályos társamnak, de talán mondhatom, hogy a munkámmal, a hozzáállásommal azért én egy becsületes szintet elértem, amire büszke vagyok, főleg így, hogy úgy mondhatom, hogy azért nem voltam a legtehetségesebb a korosztályomnak. Nem panaszkodhatok, de biztos, hogy rengeteg munka is van benne. Ha visszagondolsz az edzőidre, akikkel dolgoztál, nagyon sok kiváló edző volt az edződ. Tudjuk, mit lehet átvenni? Tehát ugye látod, hogy vannak keményebb edzők, akik sokkal-sokkal határozottabbak talán a kelleténél is, mint amit esetleg a csapat elfogad vagy elvár, és vannak a inkább lelkizősebb, inkább ilyen pszichológus edzők, akik már talán nagyon a bugyait tudják itt a női léleknek. Hogy alakul ez így ki? Tehát azt, hogy mérleg tesszük ezt is, hogy mennyire kell határozottnak lenni, és mennyire kell mondjuk pszichológusnak lenni az edzők? Hát először is igen, a 24 év alatt volt egy pár edzőm, másodszor is. Ezt mindig mondom, hogy aki női edzősködésre szánja magát, azért neki is fejben vannak gondjai, de ez csak a vicc szintjén. Úgy gondolom, hogy női edzőnek lenni nagyon nehéz, és mindenféleképpen szükség van a pszichológiai részre. De úgy gondolom, hogy alapvetően amúgy meg a szigorúságnak, keménységnek és ennek a pszichológiai, lelkis résznek nem kell kizárnia egymást. Tehát nem tudom, valószínűleg a mai fiataloknál kicsit már másképp működik, de én amúgy, tehát aki mellett én felnőttem, Tapodi Péter, nem gondolom, hogy simogatott minket, sőt, voltak sokkal drasztikusabb megoldásai is, és ettől függetlenül nagyon értett, hogy bánjon mindenkivel. Én úgy gondolom, hogy nagyon kemény edző volt, kiabált, seggbe rugott, szó szerint képletesen mindenhogyan, de ettől függetlenül nem gondolom, hogy most megkérdezném azt a csapatot, akivel én felnőttem. Sokan negatívan és úgy emlékeznének rá vissza, mint brutális edző. Viszont lehet, hogyha manapság oda kerülne egy hasonló korosztályos csapathoz, akkor már nem kezelnék olyan jól a fiatalok ezt. Ez nem tudom, hogy a jó közösség miatt, vagy azért már szerintem ott a csapat például azért tűzbe ment volna az edzőért, az edző is tűzbe ment volna érte. Szerintem ez valahol így működik, hogyha egy csapatot így össze tud kovácsolni az edző, meg a társaság magát, és tudja mind a két fél, hogy ide-oda működik a bizalom, a szeretet úgymond, de a kemény munka is, akkor az egy gyümölcsöző dolog lehet.
Én úgy gondolom, hogy a kettőnek amúgy együtt kell működnie, nem lehet tök mindegy, hogy női vagy férfi csapat, nem mindegy, de hogy mindegy, hogy olyan szempontból, hogy keménynek lehet lenni a nőkkel is, ugyanúgy, ahogy a férfiakkal. Biztos mások a reakciók, biztos másképp viszonyulnak a játékosok egymáshoz, és ez valószínűleg női mezőnyben sokkal nehezebb kezelni ezt, mert hát nők vagyunk, és ehhez tényleg kell egy, hát nem tudom, egy agy, egy lélek, hogy elbírja az ember, hogy kezel egyéneket, de én amúgy úgy vagyok vele, hogy megpróbálok mindenkit megtanulmányozni és elfogadni annak, amilyennek, ami természetesen, ami a határokon túl megy, azt kezelni, de nem lehet egy dobozba rakni mindenkit. Mindenki egyéniség, mindegy, hogy fiú, vagy nő, vagy lány, vagy férfi. Úgy gondolom, hogy mindenki egyéniség, és valamilyen szinten ezt nem szabad leölni. Hát kell tudni bánni vele, tényleg ez női mezőnyben, most így tapasztalom inkább, mint vezetőedző, hogy mennyire fontos és nehéz feladat, biztos az is csapatfüggő, társaságfüggő, hogy az egyének is hogy találják meg egymással a hangot, valószínűleg, hogyha jobban megtalálják, akkor az edző feladata is egyszerűbb, de hát ez egy kihívás, de attól függetlenül hiszem, hogy keménynek kell lenni, és ahogy kezdted, igazából a munka fogja meghozni a gyümölcsöt, tehát ami nem történik meg edzésen, az nem fog megtörténni meccsen is, és minden ott kezdődik, hogy ott milyen a hozzáállás, ott elfutunk el a vonalig, mert ha ott nem futunk el a vonalig, akkor egy meccsen sem fogunk elvetődni a labdáért, és ezek ilyen közhelyek valahol, de én ezeket biztos old school vagyok, meg én, engem így neveltek föl, de én ezt hiszem, hogyha nem fogsz józárást adni az edzésen, akkor a meccsen sem fogod tudni megcsinálni, tehát mindenféleképpen az edzésen elvégzett munka a nyitja a dolognak. Az, hogy éppen ezt keménységgel vagy simogatással lehet elérni, szerintem ezt is egy nagyon komoly edzői feladat kitalálni, hogy melyik nap, melyik lehet a hatásosabb. Ezt is visszahallgatnánk, akkor ezen a Vajzsófi edzői filozófiája? Nem tudom, ez egy kicsit hosszúra sikerült, de nagyon sok gondolat van ilyenkor a fejemben, meg itt tényleg a múltból, meg hogy mi hogy működik, de hát valószínűleg valahol benne van, és valószínűleg még sok minden más is. Egy új szituáció, amikor két éves másodedzői tevékenység után hirtelen zöldet osztjanak idézőjelben egy vezetőedzői lehetőség. Igazából neked adták ezt csomagként, hogy téd a feladat. Mi volt az első gondolat, amikor ez így zöldbe puttyant, és azt mondták, hogy na itt van ez a 10x fős társaság, láttad előtte is, hogy milyenek? Láttad, hogy azért elég érdekes társaságot idézőjelben fogalmazva össze erre a szezonra. Gondolatotokra kíváncsi, mi volt akkor az első reakció? Az igazság, hogy nem is nagyon volt időm reakcióra, tehát ez annyira egy ilyen, ez a helyzet, ez van, menni kell edzést tartani, hogy így ilyen úgy különösebb gondolataim nem voltak azon kívül, hogy hú, ennek most meg kell felelni, fel kell nőni hozzá, mert azért ez egy nagyon komoly kihívás. Valamilyen szinten attól függetlenül, hogy egy szezon közbeni szituáció azért mégiscsak megtiszteltetés. Ugye ennél a csapatnál vagyok most már hosszú évek óta, úgy gondolom, hogy eddig is mindent próbáltam megtenni azért a csapatért és ebben a szerepkörben is, és ez volt az első gondolatom, hogy akkor hogyan tudom a csapatot segíteni. Igen, ismertem a lányokat, láttam, hogy ez nem a legegyszerűbb csapat, amivel valaha találkoztam életemben, sőt, de ettől még nagyobb kihívás, és úgy gondolom, pont a napokban tartottam egy beszédet a lányoknak, hogy persze külön egyéniségek vagyunk, és mindenkinek megvan a hibája, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy megvan mindenkinek az erőssége is, és ahogy az előbb is mondtam, megpróbálok mindenkit elfogadni úgy, ahogy van, természetesen korlátozni azokat, ami már egy bizonyos határon túl megy, azokat a tulajdonságokat, de tényleg úgy vagyok ezzel a kis csapattal, nagyon szeretem mondani ezt az idézetet egy filmből, ugye, hogy kicsi is, savanyú is, de a miénk, hogy biztos, hogy sok bajunk van, és de ettől függetlenül tényleg úgy gondolom, hogy hogy nagy potenciál van ebben a csapatban, és így talán még magukról sem hiszik el, kicsit így talán szabadon lettek engedve az év elején, a fegyelem az nem volt a helyén, ettől ugye nehezebb volt a közös munka elkezdése, így ezen a poszton, de tényleg én látom minden játékosnak az erősségét, ahogy a gyengeségeit is, de
magánéletben és sportban is szerintem az a célra vezető, hogyha az embernek az erősségeit próbáljuk meg még jobban erősíteni, mert attól tudunk előrelépni, és nem a gyengeségein ugrálni, természetesen azokat is javítani, korrigálni, de nem azokat kell mindig hangsúlyozni. Szóval igazából, ahogy mondom, a lányoknak is mondtam, hogy szerintem így el kell jutni a mindenkinek odáig, hogy először is magára koncentrál, hogy mit tud magából jobbat csinálni, meg a csapattársainak az erősségeit erősíteni, és egy kicsit így hogy szeressük azt, amink van, akkor is, hogyha nem tökéletes, mert szerintem, ha egy a jó dolgokra koncentrálunk, és elhiszük magunkról, hogy több van bennem, és hogy ezt jól tudom csinálni, akkor én ezt erősítem, ő viszont azt tudja, akkor benne azt erősítem, a gyengeségeibe meg szeretem, vagy nem szeretem, segítem, bocsánat, akkor úgy leszünk egy jobb csapat, és szerintem most én, mint kezdővezető edző, úgyhogy nem egy alapozástól kezdve építem a csapatot, így tudom egy kicsit talán építeni a csapatot, hogy eljussunk oda, hogy tényleg hisszük magunkról, hogy többet tudunk, és hogy nem a negatív gondolatok vannak többletben, hanem a pozitívak. Amikor átvetted a csapat irányítását, akkor edző kollégáktól kaptál visszajelzést, hogy akár megvoltak az első meccsek, meg voltak az első sikerek. Kaptál visszajelzést olyan edző kollégáktól, aki akár meccsen találkoztál, akár más módon, hogy a hajrá Zsófi. Volt-e ilyen? Hát hajrá Zsófi, az elég sok volt, mert nagyon sokan gratuláltak, ami természetesen jól is esett, bár valahogy mindig úgy éreztem, hogy nem feltétlenül kiérdemeltem ezt a posztot, és azért így meg is, ez talán még inkább megfelelési kényszer bennem, hogy tényleg, hogy nem, hogy a gratulációnak az jogos is legyen. Ami nekem pozitív volt, és amúgy többen így megjegyezték, az, hogy örültek, hogy végre még egy női edző. Nekem úgy tűnik, hogy ez így az elmúlt években, vagy talán most kezd talán kicsit nagyobb hangsúlyt kapni, hogy hát azért női mezőnyben legyenek női edzők is, és erre kaptam több pozitív visszajelzést, hogy de jó, még egy női edző. Tehát ez az, ami úgy nekem úgy feltűnt, hogy tényleg ez talán így öröm volt a magyar kosárlabdában. Még Székely Norbi is felhívott, ő is gratulált, és elmondta, hogy ő is örül, hogy végre még egy női edző. Ugye az első meccsek között ráadásul több női edzővel is találkoztam, szóval meg volt ennek a maga varázsa, és tényleg úgy gondolom, hogy pozitívan fogadta ezt a kosárlabda világ, vagy az edzői világ. November tehát a csapatot az elmúlt 4 hónap, most már majdnem 4 hónapról beszélünk, inkább 3, de kicsit több mint 3. Érzed magadon fejlődést, akár keménységbe, akár határozottságba, akár a szakmai munkát beleértve. Előtte is nagyon sok mindent csináltál, ugye más edzőként, sőt mondhatjuk azt, hogy szinte apaidaim beleadtál. Érzel változást? Hú, hát az igazság, hogy biztos, hogy az ember változik, hiszen ez egy teljesen más szerepkör. Nagyon nehéz feladat, nem sajnáltatni akarom magam, mert mindig kihívásnak éreztem minden feladat, ez is az. De ez tényleg egy nagyon időgényes, megterhelő munka, de ettől függetlenül szép. Mert ahogy mondtam, az én csapatom, az első csapatom, mondhatjuk, hogy lehet, hogy az utolsó, sose tudhatja az ember, szóval ez is még nekem pluszt ad ahhoz, hogy még motiváltabb legyek, hogy ebből a legjobbat hozzam ki. Úgy gondolom, hogy talán fejlődtem, biztos, hogy nagyon sok hiányosság van, ami így nem jön így egyik napról a másikra, hiszen nem jöhet, mert edzők 15-20 évet, 30-at töltenek el a szakmába, én még nagyon-nagyon gyerek cipőben járok. A keménység talán egy kicsit fejlődött, talán kicsit jobban kezelek helyzeteket, de úgy gondolom, hogy ez még, mondom, nagyon sok fejlődést kíván. Alapszakasz vége fele járunk, még 5 mérkőzés van hátra. Azt gondolom, a csapat kezdi azt a játékot játszani, amit talán elvártak volna egy bronzérmes csapattól. Ahogy te is mondod, hogy sok fejlődés van még, azért sok potenciál van a csapatban. Mit vársz ezzel költő időszaktól? Hát igazából mondhatjuk, talán mondjuk ez a Beac meccs, az utolsó bajnoki meccsünk, amire azt mondom, hogy azt hoztuk, amit esetleg egy bronzérmes csapattól lehet várni.
úgy gondolom mindenki mondogatja nekem, hogy az eredmények azok jók, már jó meccseket játszottunk, ugye erősebb ellenfelekkel is, amivel én is egyetértek. Én továbbra sem vagyok megelégedve a csapat védekezésével, mert nagyon-nagyon sok pontokat kapunk. Ami viszont pozitív, hogy ez a csapat képes arra, hogy hasonló pontokat megdobjon. Én jobban szeretem azt, amikor kevesebbet kap a csapat, és nem is kell annyit dobnia, vagy akkor nyerjünk többel, de kapunk kevesebbet. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel még én mindenféleképpen próbálok javítani a csapattal egyetemben, de igen, talán most így az utolsó mérkőzésen azért egy jó felszabadult játékot láttunk, amit mindig jó látni, mert hát azért dolgozunk, hogy ne csak ez egy dolog, hogy ez a munkánk, de ez egy játék, amit szeretünk, és hogyha az csak görcsös és erőlködés, akkor az soha nem olyan élvezet, mint hogyha jól menne a játék, ritmusosan örülnénk a kosaraknak. Szóval igazából szerintem haladunk előre, tényleg van amiben fejlődtünk, de ez is olyan gyerekcipőben jár még talán, mint az én edzősködésem, vagy hát talán egy kicsit előrébb jár szerencsére, de nagyon sok mindenen kell még javítanunk. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, hiszen egy Sopronnal játszunk, akit ugye hát nem kell részletezni, hogy micsoda játékerőt képviselnek. Úgy gondolom, hogy erre a mérkőzésre teher nélkül kell elutaznunk egy hosszú szünet után, ritmus kell találnunk, és bebizonyítani magunknak, hogy igen, ilyen játékosok ellen is tudni kell, hogy tudunk játszani. Ez nem feltétlenül vezet 20 pontos győzelemhez, elég az egy pont is, de tényleg annak a meccset úgy gondolom, hogy ez a lényege, hogy visszatérjünk a meccsritmusba, és tényleg egy igazán jó csapat ellen megtaláljuk a legjobb megoldásainkat, és élvezzük is akár a játékot. Viszont az utána lévő 4 bajnoki mérkőzés, meg úgymond ugye kötelező győzelem, ellenben nagyon nehéz meccsek lesznek benne, hiszen ezek a csapatok, akik hozzánk érkeznek, vagy akikhez utazunk, ugye mindig meglepetéseket tudnak okozni, egy Pink és egy Beatra gondolom. Viszont a TF meg a Vasas, akikhez ugye Pestre utazunk, ők meg iszonyatos erőt képviselnek hazai pályán. Ez most lehet, hogy nem hangzik túl, vagy nem tudom, egy kicsit ilyetten hangzik, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul hangzik, de én úgy gondolom, hogy tényleg megmutatták, hogy hazai pályán hatalmas játékerőt képviselnek, meg a TF megverte már azt hiszem a Peacot, sok csapatot most csípték el a csatát idegenben, ha jól emlékszem. A Vasas megszorongatta szintén a Peacot, a csatát, tehát olyan valószínűleg felszabadultsággal, jó csapatszellemmel működnek, hogy hazai pályán szerintem nekik nincsen akadály, tehát nekünk oda nagyon-nagyon felkészülten és koncentráltan kell mennünk. Ugye ez a bajnokság hátralévő része, és közben lesz egy magyar kupa, ahol nem titkolt cél, hogy 4-be jussunk, mert hát miért menne oda az ember, hanem azért, hogy ne egy nap után utazzon haza. És ez úgy gondolom, hogy megint csak ugye egy Győr, akikkel ugye folyamatosan évek óta úgymond nagyszerű meccseket, rivalizálást hozunk. Úgy gondolom, hogy ez is egy hasonló mérkőzés lesz, de én nagyon hiszek és bízok a csapatban, hogy ők is ilyen személyes kihívásnak veszik ezt a mérkőzést, és be tudjuk húzni utána a következő 2 napon, meg hát jöjjön, aminek jönnie kell. Játékosként volt egy csapatálmod, ahol szerettél volna játszani, és edzőként van-e szintén csapatálmod, vagy esetleg valamelyik csapatnak a hagyjára leülnél majd rutinos edzőként már? Tehát játékosként és edzőként is melyik csapat? Van-e ilyen? Volt-e ilyen? Hát igazából szerencsés vagyok, mert volt ilyen, és le is ültem, és játszottam is. Ez a Sopron volt annó, ami igazából nem is feltétlenül az ő bajnoki győzelmük és hasonlók miatt alakult ki, hanem mert én nagyon sok időt töltöttem Sopronban az utánpótlás válogatottakkal. Nagyon megszerettem a várost, ami még persze nem indok, de mindemellett a 82-es válogatottal dolgoztam együtt Örök Zolival és Székely Norbival, ugye különböző posztokon. És én nagyon megkedveltem őket, nagyon szerettem velük együtt dolgozni, és úgy gondolom, hogy amúgy nagyon pozitív hatással voltak rám. És én ugye ez volt ilyen 18-19-20 évesen,
amikor én ugyan Amerikában voltam, de hát azért onnan várhatóan hazaérkeztem valamikor, és én utána mindenféleképpen szerettem volna valamikor a pályafutásom folyamán a Nagy Sopronban játszani. Amúgy úgy gondolom, hogy később szerettem volna, mint ahogy oda kerültem, mert ugye szerencsésen vagy szerencsétlenül, de akkor még volt a Foton Sopron csapata, ahova ugye oda kerültem az egyetemi évek után, ahol sikerült jól teljesítenem, és amikor az a csapat megszűnt, akkor több nagyobb nevű csapat megkeresett, a Sopron is köztük volt, és innentől igazából nem nagyon volt kérdés, ugye, hogy hát vállalom ezt a kihívást, mert úgy gondolom, hogy nem feltétlenül jön ilyen felkérés kétszer, hogyha az ember egyszer ezt lemondja. Nagyon-nagyon örülök, 2,5 évig voltam ott, bajnokságot és magyar kupát nyertem, tehát úgy mondom, hogy mindent el is értem azzal a csapattal, amit lehetett. Nagyon örülök, hogy tényleg ott játszhattam olyan játékosokkal, olyan edzőkkel alatt, mint például Natália Hegykova. Nagyon sokat lehet szerintem tőle tanulni, iszonyatosan jó élmény és emlék az ő keze alatt való játék. És igazából a mai napig nagyon-nagyon szorosan megyek vissza Sopronba. Az egy olyan közösség, ahol a mai napig tényleg nem tudok úgy elmenni a sarnokba, hogy nem tudom hányan ne köszönnének. Meccsen persze kicsit szurkálódnak, ahogy az kell, de úgy gondolom, hogy ezzel nincs is semmi gond. Edzőként úgy kifejezetten ilyen céljaim még nincsenek. Most úgy gondolom, hogy jelenleg erre a posztra koncentrálok 120%-kal, és nem is nagyon van sem időm, sem energiám másra koncentrálni. Az is kérdés, ugye, hogy másodedzői, vezetőedzői poszton folytatom, hol folytatom. Nincsenek ezzel, mondom, kitűzött céljaim még. Csak szeretnék azért fejlődni, hogy tényleg, hogyha lesz olyan hely, ahová előrelépnék, akkor ezt meg is tessem.